Hát akkor foglaljuk össze az estét. Hát alapvetően emlékszem, már ez volt az első kijelentésem 6 órakor, hogy hogyan lesz kapocs a témák között. Alapvetően nem szoktunk kapcsolódási pontot direktbe keresni, de az elmúlt 4 adásban folyamatosan volt egy közös pont, amit megkerülgettünk a 2 óra alatt, és a mai adástól nagyon féltem, hogy hogy fogjuk mi ezt összefoglalni, és megtörjük ezt a szép kis vonalat, amikor mindig volt egy íve a műsornak, de valahogy azért lett. Ti hogy érzitek? Bele lehet magyarázni, igen. Kezdjük a 3100-zal, hogy salgótarján, utána egy tipikus salgótarjáni problémával, hogy nem hiszünk saját magunkban, és nem hiszük azt, hogy érünk annyit, mint bárki más a világban. Uh-huh. Aztán utána láttuk azt, hogy tulajdonképpen érhetünk annyit, mint bárki más a világban, és itt is lehet olyan pénzeket keresni, mint máshol a világban. És akkor utána a harmadik rész az volt, hogy hogyan, és hát mondjuk ennek csak egyfajta módját tudtuk most megmutatni. Nyilvánvalóan még lehet a dolgot keresni, úgyis, hogy esetleg az ember bankot rabol, meg ilyesmi, arról most nem volt szó. Igen, de érdekes, hogy te ezen a vonalon fogtad meg, tehát a salgótarjánnal kapcsoltad össze. Uh-huh. Gyuri, te hogy látod a mai adást? Hogyan összegezni? Vagy mi az, amit ilyen tékövének elvinnél, vagy hazavinnél, vagy úgy mondanád a hallgatóknak, hogy a mai adásnak ez a tékövéje? Igazániból én nem tudtam, hogy milyen programokat fogunk megvitatni egészen a műsor kezdete előtt 10 percig, és hát mivel, hogy én szerintem, ugye én az informatikát mutattam be, én a pénzt felül közelíteném meg, hogy tulajdonképpen ami témákat összekapcsolja, ugye az a pénz, de nem szeretnék ilyen nagyon pénzcentrikus véleményt alkotni, úgyhogy inkább nem tudom. Értem a gondolkodásmódodat, mert alapvetően, tehát én ezt úgy fordítom le magamban, aztán lehet, hogy nem így gondoltad, hogy ugye arról beszéltünk az első témánál is, hogy nem feltétlenül ott a pénz volt a mozgatórugó abban, hogy az oldal működjön, hanem inkább az elhivatottság. Utána nyilván behoztunk egy pénzes témát, hogy de azért mégis hogyan lehet megkeresni azt az összeget, amikről itt beszéltünk a második téma kapcsán, aztán a harmadik téma megint azt igazolta, hogy nem feltétlenül a pénz mozgatja azt, hogy az ember valamit csináljon, hanem inkább a csinálás majd hozza a pénzt, hogy vonzza be magával. Szerintem ezek összefüggnek egymással, hogyha nincs annyi pénzed, hogy nyugodtan meg tudj élni, ki tud fizetni a villanyszámlát, tudj mit enni, akkor az elhivatottságoddal nem tudsz igazi értéket teremteni. Igen, és nekem valahogy ez az értékteremtés volt az, ami így folyamatosan végigkísérte a dolgot. Meg amúgy kicsit nekem is ez a pénz, hogy tényleg az a mondat az nagyon erős volt, ami Komka Pétertől idézett Kéri István, hogy ez a fanatikusok, nem így mondtad, hogy a fanatikusok viszik előre a világot, akik megszállottak. A megszállottak viszik előre köszönöm a világot, akik anélkül is foglalkoznak valamivel, hogy anyagi haszon legyen belőle. Jó, nyilván egy kicsit a második témából kilógott számomra, nem, de ugyanakkor nem, mert az is fontos. Az is fontos igazándiból, most ott csak azt a részét néztük, hogy hát hogyan lehet pénzt keresni, de azt, hogy mire használják, azt mi nem beszéltük. Igen, és ott is meg. A második témában is nekem azokat, tehát azért ott volt az a része, hogy például osztunk itt mondjuk veled Nórival, vagy ugyanúgy Gyurival, hogy hamarabb volt meg az érdeklődés, mint mondjuk az anyagi haszon, és úgy lett meg az anyagi haszon, hogy nagy volt az érdeklődés. Igen. Tehát és hogy nem a... Igen, tehát ez tényleg azért ment, én valamikor hatodikos koromban láttam először számítógépet, az mikor is volt? 2010... igen. És engem lenyűgözött az, hogy mennyi mindent meg lehet csinálni, és lenyűgözött az, hogy körülöttem a felnőttek, nem értették, hogy hogyan, vagy mint jönnek össze ezek a dolgok, mert nem értették a lépéseket, amik annyira egyszerűek voltak, csak valahogyan nekik ez nem adott meg, hogy átlássák, és mindenki hitt bennem, és mindenki segített abban, hogy előrébb menjek, és mindenki csak csodálkozott, hogy bírja ez a kisgyerek ennyi mindent csinálni, és ez nekem nagyon inspiráló volt, bevallom. Nagyon sokat köszönhetek a helyi cégeknek, a helyi kis vállalkozásoknak, sokat dolgoztam még a helyi tévénél is, aztán meg a Nádas Elektronnál, meg minden, és nagyon inspiráló volt az, hogy hittek bennem, és emiatt újabb meg újabb dolgokat akartam megtanulni és kipróbálni. És amikor az ember újabb meg újabb dolgokat próbál meg és tanul meg, akkor egyre többet fog tudni. És így fog az embernek tudásra tapasztalata kialakulni. Igen, és így kapcsolódik hozzám is a harmadik téma, hogy igazából ott is az, hogy
leültél és csináltad, és lett belőle valami, biztos, hogy volt nagyon sok kudarc, biztos, hogy sokszor felhúztad magad, arrébb laktad, kimentél a szabadba, hogy bármi, hogy eltereld a figyelmed, vagy utána jobban belevetetted magad a munkába, de végül is eljutottál egy olyan eredményhez, amit most kézzelfoghatóan tudtunk megmutatni a nagyvilágnak, meg a városnak, meg a nézőknek, tehát hogy nálam ez foglalja úgy össze a mai adást. Igen. Levente. Te mit mondasz? Engem beszippantott az egész téma, szóval... Igen, amúgy, tehát Levente olyan érdeklődéssel figyelt minket, meghallgatta úgy az egészet, hogy nagyon beszippantotta őt. Reméljük, hogy azért voltak hallgatók, akiknek tetszett a dolog. Igen, és egyébként megint nagy elismerés Leventének, mert itt közben kézzel-lábbal tartotta össze a technikai dolgokat, mert hát megint egy olyan délutánunk volt, hogy nagyon ráérősen itt beszélgettünk, mert mindennel kész voltunk, és ilyen váratlan technikai dolgok jönnek 17 óra 55 perckor időzítettel, ilyen égi jelként ide, és folyamatosan kézzel-lábbal azon volt, hogy az adás simán és érthetően menjen a különböző felületeinkkel, úgyhogy köszönjük Levente a kitartásod a mai nap is. No, van még valami? Nórit üdvözöljük innen. Távoli kazárra küldjük virtuális integetésünket, de hogyha nézel minket, akkor nem tudom, melyik kamerába integessünk neked. Hiányoztál azért te is a mai adásból. Biztos, hogy rengeteg kérdésed lett volna, amit feltettél volna akár Gyurinak, vagy a 3100 pontos beszélgetés során Kéri Istvánnak. De hát, majd lesz erre alkalom, hogy Nóri visszatérjen. A nagy visszatérés. Ó, majd bepromózzuk így. Yes, a következő alkalom ami újra. Nem jövő hét szombat lesz. Igen, nem, az utáni szombat. Az utáni szombat lesz. Unalmas szombatotok lesz, hogy jövő héten nem lesz, megvitatjuk? Nem tudom, mit csináljuk szombaton este. Egyszerűen nincs rá. Nem szocializáltam hozzá, csak eljönni. Itt fogunk ülni, és akkor nézzük egymást. Igen. Amúgy ez nagyon vicces lenne, hogy így nem beszélnénk össze, de így 6 órakor a sötét stúdióban itt én ülnék, és akkor megérkezde Gábor. Szia, Bence, te mit csinálsz itt? Semmit, csak próbálom terápiázni, hogy ma nincs adás, és akkor megérkezik Nóri. Nóri, te mit keresel itt? És jön Levente is, és így itt ülnék, de nem csinálnánk adást. Hát nagyon vicces lenne. De igen, jövő héten hosszú hétvége van, ezért úgy gondoltuk, hogy most így 4-5 adás után, 4 adás volt, vagy már ez az ötödik, mindegy, tehát hogy most tartunk egy szünetet, és akkor utána 19-én folytatjuk a megvitatjuk sorozatot, megint 5 adást húzunk le körülbelül, terveink szerint, utána megint pihenünk egy hétvégét, kimaradt egy hétvége, és megtudjuk még egészen májusig, ez egy ilyen hosszú évad, tartalmas hosszú évad, izgalmas témákkal, izgalmas vendégekkel, projektekkel és helyi dolgokkal. Nóri most azt mondaná, hogy ez egy hosszú lezárás. Ja, most nekem kell mondanom, Bence, ez egy hosszú lezárás volt, most már lezárjuk. Most megköszönjünk el. Akkor március 19-én találkozunk mindenkivel. Addig is jó éjszakát, sziasztok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszi Gyuri neked is. Hello, sziasztok! Köszi, sziasztok! Köszönöm, sziasztok! Integetünk, hello.